Szia! Dobos Tamás vagyok, és a transzcendentális meditációról szeretnék neked röviden beszélni, amely egy egyszerű, természetes mentális technika, és amelynek rendszeres gyakorlásával az élet egyre boldogabbá válik, valamint megszabadít a stresszektől. De még mielőtt elkezdeném, szeretném, ha megismerkednél Ádámmal. Már majdnem 9 óra van, de ő még mindig alszik, és hogy időben odaérjen a munkába, itt lenne az ideje, hogy felkeljen már. Ahogy látjuk, Ádám az átaludt éjszaka után nem tűnik frissnek és ébernek. Itt láthatjuk, ahogy próbál megbirkózni a napi stresszekkel, kihívásokkal, de általában alig várja, hogy véget érjen a munkaidő, és hazatérve lazításként megnézen egy jó filmet. De legtöbbször már ez sem olyan egyszerű számára. Ahogy a napok szaladnak, a stresszek összegyűlnek, és az élet többé már nem tűnik számára könnyűnek. Próbáljunk meg segíteni neki. Hello, Ádám! Hogy vagy? Az orvosoktól tudjuk, hogy sok problémát okoz, ha stresszeinket és feszültségeinket hagyjuk felhalmozódni, és azt is, hogy mennyire károsak az egészségünkre, aktivitásunkra és a boldogságra való képességünkre, valamint a pszichoszomatikus problémák legfőbb okozói. Jó, de mit csináljak? Gyakorold a transzcendentális meditációt. Milyen meditációt? Transzcendentális meditációt. Ennek a meditációnak semmi köze ahhoz, amit az emberek a transzról gondolnak. A meditáció gondolatot, a transzcendálni szó pedig túllépést jelent. A transzcendentális meditáció egy olyan technika, melynek segítségével túllépünk a gondolatokon. De nekem mindig olyan sok gondolatom van. Egy viharos napon, az óceánon rengeteg hullám van, de a mélyben mégis teljesen nyugodt és csendes. Hasonlóan a mentális aktivitásunk a felszínen nagyon sokszor csapongó, fékezhetetlen, azonban tudatunk egy mélyebb szintjén az mindig csendes és békés, de ugyanakkor mégis éber. Amikor a transzcendentális meditációt gyakoroljuk, becsukjuk a szemünket, és a figyelem befelé fordulásával elhagyjuk az elme, illetve gondolatok felszíni aktivitását. A gondolatok lenyugszanak, és amikor minden mentális aktivitáson túllépünk, megtapasztaljuk a transzcendentális tudatot. Ebben az állapotban egy mély pihenés jelentkezik, de ellentétben az alvással itt teljesen éberek, illetve tudatosak vagyunk saját magunkról, és ezt az állapotot a tudósok, akik megvizsgálták a TM hatásait, éber pihenésnek nevezték el. Ez úgy hangzik, mint amihez nagyfokú koncentráció szükséges. Egyáltalán nem. A transzcendentális meditáció egy egyszerű, természetes technika, melynek gyakorlása során semmilyen erőfeszítést és koncentrációt nem teszünk. Nagyon könnyű elsajátítani, és naponta 2x20 percig kényelmesen ülve, csukott szemmel végezzük. A TM gyakorlásához semmilyen életmódváltoztatás nem szükséges. Bárki elsajátíthatja korra, foglalkozásra, étkezési szokásokra, illetve vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Hogy lehet, hogy a transzcendentális meditáció ilyen könnyű? Könnyű, mivel az elme természetét követi. Az elme természete, hogy mindig a több és nagyobb boldogság felé halad. Amikor otthon újságot olvasva hirtelen meghallunk egy kellemes zenét a nyitott ablakon át beszűrődni, az elménk teljesen természetesen és erőfeszítés nélkül az olvasásról a számára nagyobb boldogságot jelentő zene felé fordul. Amikor a transzcendentális meditációt gyakoroljuk, a figyelmünk teljesen természetes módon, minden erőfeszítés nélkül befelé halad, hogy megtapasztalja bennünk mélyen rejlő csendet és boldogságot. Ezért hívjuk ezt a technikát teljesen természetesnek és erőfeszítésmentesnek. És hogy tudjuk befelé fordítani a figyelmünket? Ehhez egy mantrát használunk, ami egy olyan szó vagy hang, amely támogatja, segíti életünket a fejlődésben. Amikor megtanuljuk a TM-et, a tanár kiválaszt egy számunkra megfelelő mantrát, és azt a finom eljárás is megtanítja, melyek segítségével képesek leszünk a gondolatokon túllépve megtapasztalni a transzcendentális tudat csendjét és határtalanságát. Tehát ennek a meditációnak a lényege csupán a lazítás és mély pihenés? Nem csak és kizárólag. Amikor szeretnénk eltalálni a célt egy nyíllal, először pont az ellenkező irányba hátra kell húznunk a nyílveszőt a nyílon, és amikor a nyíl teljesen vissza van húzva, még ha az teljesen csendesnek és mozdulatlannak tűnik is, jelen van egy hatalmas energia és dinamizmus. Hasonlóan, amikor a TM-et gyakoroljuk, a figyelmünket befelé fordítjuk, és felébresztjük a bennünk rejlő energiát és intelligenciát. Amikor elengedjük a nyílveszőt, az hatalmas dinamizmussal lő ki,
és találja el a célt. Amikor befejezzük a meditációt és elkezdünk újra belemerülni az aktivitásba, az elménk nagyon hasonló ahhoz a nyílveszőhöz. Honnan tudhatom, hogy mindaz, amit elmondtál nekem, igaz? Azoknak a személyes tapasztalatai, akik elsajátították már a TM technikáját, és a széleskörű tudományos kutatások bizonyítják, hogy ez a természetes és erőfeszítésmentes technika rendezi az agyműködést, csökkenti a stresszt és szorongást, csökkenti a vérnyomást, fejleszti az intelligenciát, kreativitást és javítja az általános egészségi állapotot, valamint meghosszabbítja az életet. És hogy tanulhatjuk meg ezt a meditációt? A transzcendentális meditáció tanfolyam elvégzése 4 egymást követő napon napi másfél órát vesz igénybe. Mivel minden embernél más és más a tanulás sebessége, és a felmerülő kérdéseket hatékonyan sem könyvvel, sem pedig egyéb audiovizuális eszközzel nem lehetne hatékonyan megválaszolni, a technika elsajátítása személyes bevezetés során történik, ahol csak a tanítvány és a tanár van jelen. Ekkor történik meg a személyre szóló mantrának és annak helyes használatának az átadása. Végül nagyon fontos megemlíteni, hogy egyáltalán nem szükséges azokban a dolgokban hinni, amelyeket a tanítás során hallunk és elsajátítunk, mivel a TM nem kötődik semmilyen valláshoz vagy hithez. Ha helyesen és rendszeresen gyakorlod a TM technikáját, az eredmények maguktól jelentkeznek. A következő kis példával összegezhetjük az elhangzottakat. Amikor egy kertész látja, hogy a fa levelei kókadoznak, nem a leveleket kezdi el locsolni és a gyümölcsöket fényesíteni, hanem a gyökereket kezdi el öntözni, és ezzel a fa minden részét kezdi el táplálni egyszerre. Hasonló folyamat jön létre, amikor a transzcendentális meditáció technikája által túllépünk minden mentális aktivitáson, és megtapasztaljuk azt a határtalan tiszta tudatot, amely az élet minden területének az alapja is egyben. Ennek az állapotnak a hatására megszabadulunk a stresszektől, feszültségektől, az élet minden területét gazdagítva ezzel. Mielőtt befejeznénk, látogassuk meg újra Ádámot.